Vas Jankó. Készült a Grimm fivérek meséje nyomán. Gyorsabban, gyorsabban! Fényképezte Hermann Dunzendorfer. Ide, ide! Maradj nyugton! Ez így nem megy, hercegem! Láttam, képzeld, láttam! Mama, zene, láttam Christine a meglepetést! Aldenhard. Nem maradj nyugton, fenség! Belebújt a kis ördög. Szóval láttad a meglepetést? Igen, mama, egy telivér! Egy telivér? Ahhoz még fel kell nőnöd. Mm-mm. Én is hoztam valamit, kisfiam. De itt sosem készülünk el, fenség. Mi van benne? Az én ajándékom neked. Tessék. Ez itt tényleg nem megy. Adja csak ide, majd én elintézem. Ahogy parancsolja. Rendezte Manuel Zibenman. Jankó, ez csak a kettő. Tiéd és az enyém. Játszunk egyet? Igen. Akkor gyerünk. Dobd ide. Egyel kevesebb. De hiszen ezt apától kaptam. Nekem viszont sosem tetszett. Ugye neked sem, kicsim? Hát nem igazán. Gyere, játszunk tovább. Tessék! Felség, kezdődik az ünnepség. De hát... Igazítsa meg a herceg harisnyáját, vagy így menjen? Mama, ugye elmondhatom apának? Nem. Hát persze, kisfiam. Az az átkozott jószág nem ám csak egyszer, hanem többször is kitúrta a répákat a földemen. Nem is igaz, csak néhány répa volt. Az összes répámat felfalta! Miért a répít ez kerítés? Kösd ki inkább! Kösd ki azt a gyavajás tehenet! Őrség! Őrség! Csendet! Csendet! Mi van már megint? A születésnap, felség. Vagy úgy? Igen, 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 igen. Akkor ugorjunk az ítéletre. Összefoglalom. Az ő tehene az ő földjén felfalta a répát. Minden világos. A tehén megette a répákat, tehát ezek a répák beépültek az állat húsába. A tehenet le kell vágni, a répa termelő pedig megkapja a részét a húsból, és így tovább, és így tovább. Te felség, kegyelmes uram, nincs másik tehenem. Ez táplálja a gyerekeimet. A törvény az törvény. Tényleg le kell vágnia a tehenet, apám? Hát, ha így szól a törvény, de ne törődj vele. Ma van a születésnapod. Gyere! Gyere! Na? Igen. Megmondtam, hogy így lesz, hiszen én vagyok a király. És mi lesz az ajándékom? Tisztelt vendégek! Az ajándék! Zenét! Na, gyere, kisfiam! De ez a ló túl nagy még Jankónak! Ugyan, a fiam 8 éves, már kész férfi! Na, ez aztán a meglepetés mi? Túl nagy neki! Mire véljem ezt? Még egy születésnapi meglepetés? Nem tudok róla, felség. Királyi felség, elnézést, hogy csak így berontottam ide. De a harcban töltött évek eldurvítják az embert. Elnézést a hölgyektől is. Mit akar ez? Királyi felség, csak egy nem, szóra. Most nem.
Felségednek van egy gyönyörű erdeje. Pompás vadakkal, ha jól tudom. De nem használhatja, mert egy szörny lakik benne, ami mindenkit elnyel, aki ott vadászni akar. Nem, senkit sem ér baj. A tiltott rengetegbe tilos belépni. A minap is felfaltak valakit. Hogy? Miért nem tartják be a törvényemet? Mit szólna hozzá, felség? Ha én elkapnám azt a szörnyet, biztos szép jutalom járna érte. Nem. Igaz? Nem. Senki sem léphet be az erdőbe, ez törvény. Tehát nem jár a jutalom sem. És senki sem tudja legyőzni a szörnyet. Nem igaz, apám? Még az is lehet, hogy egy sárkány. Vagy talán maga az ördög. Senki sem tudja legyőzni a szörnyet. Igaza van, hercegem. Mert valószínűleg kissé több kell hozzá, mint egy táncoló póniról a mama ölébe pottyanni. És valószínűleg kissé több kell hozzá, mint egy szedetvedett lovag. Ki tudja, talán egy szép napon magam kapom el. Azt hiszem, erre ítéletnapig várhatunk. Akkor most mi legyen, felség? Tüntessétek el ezt a szájhőst a szeme belől! Hamarosan viszont látja ezt a szájhőst, erre esküszöm! Söpredék! Félre az útból! El innen! Takarodj! Jankó! Gyere! Igen, nagyon. Kisfiam, mindjárt itt lesz érted az álommanó. Minden mást pedig el is felejthetünk. Vajon mégis bemegy az erdőbe? Dehogy is, persze, hogy nem. Hogy juthat ilyen csacskaság az eszedbe? Azt hiszem, ez a lovag elég vakmerő. Drágám, csak nem képzeled, hogy bárki megmerné szegni királyapád parancsát. Maradj nyugton, különben fájni fog. Aludj jól. Erre! És ha mégis itt van valahol, az orrunkig sem látunk. Fogd be a szádat! Ha már felfal valaki, legalább látni akarom, hogy ki az. Merre vagy? Mutasd meg magad, te szörny! Talán már rég halott. Hallgass végre, vagy te leszel halott! Gyerünk tovább! Mutasd meg magad végre, és harcolj! Vagy egy nyúlhoz van szerencsém? Talán nincs is semmiféle szörny. Igaz, Matesz? És a sok eltűnt vadász csak a fura királya előszökött meg. Vagy a szörny lépett meg. Mert most először három igazi férfi áll szemben. Apród, hozz vizet. Tedd le ezt. Matesz! Maradj itt. De hisz elkapta. Nem. Mi kaptuk előt? Hiszen megállapodtunk, hogy ezt a szörnyű embert elfelejtjük. Tudja, hogy ez mennyire elszomorítaná az édesanyját. Gyerünk! Mm.
Azt hittem, le akarod győzni a szörnyet. De nagyon fáj a karom. Oh. Túl nehéz. Tessék? A kard. Túl nehéz még Jankónak. Á, ugyan. Én azt akarod mondani a szörnynek, hogy elnézést, de fáj a karom? Na, figyelj, ott van. Ott van, ott van az ellenség, ott van a szörny. Ide harag kell, harci szellem, érted? Nézd csak, ez az ellenség, és meg akar ölni. Az ég szerelmére ez a kard túlontúl nehéz. Felség! Felség! Itt van a fekete lovag! A kardomat! A kardomat! Felség, a kardra többé már nincs szüksége. Kifogtam a szörnyet a tóból, rendelkezzem be. Udvarmester! Őrök, pakolják le! Gyerünk! Erősen! Hasd meg! Fogszorosan! Ez az! Nem engedjük! Elég vad, fickó! Nem volt könnyű elkapni felség! Uram, ha lehetne egy kis jutalmat, egy korty bort, vagy egy meleg fürdőt. Ne járjon annyit a szád aprót. Tömlöcs be vele. A király a törvény ura. Ő tudja, mi jogos és igazságos. Igen. Az a jogos és igazságos, ha titeket is tömlöcbe vettetlek. Megszegtétek a törvényemet. De apám! Igazad van, édes fiam. Semmibe vették a törvényt, de az országunk javát szolgálták. Most az egyszer kegyelmet gyakorlunk. Mivel nagyságos fiam a leendő király így akarja, megkapjátok a jutalmatokat. A jutalmatok az... hogy nem kerültök tömlöcbe, és mehettek, ahová akartok. Köszönjük, felség. Ez kegyes szívre van. Mama, segíts! Nyughass, te kis péka! Add meg neki, amit akar! Udvarmester! Bűnözőkkel nem tárgyalunk! De... Add ide a gyűrűdet! A gyűrűdet! Nem! Tudom. Na de, felség! Égyni! Tessék! Vigyázz a kardodra, fiú! Talán még találkozunk! Jé! Félre az útból! Söpredék! Mit tettél volna, ha elrabolja a fiunkat? Udvarmester! Bűnözőkkel nem tárgyalunk! Felség! Bezártuk a szörnyet egy ketrecbe. Az őrtoronyban van. Udvarmester, új törvényt alkotunk. A szörny addig marad az őrtoronyban, amíg éhen nem hal. Mindenki lássa, a király hogyan bánik azzal, aki kárt okoz az országnak. És aki kimeri nyitni a ketrecet, az halálnak halálával hal. Nagyon helyes, felség. És... 3 nap múlva tartunk egy vidám vadászatot. Most, hogy végre újra bemehetünk a tiltott rengeteg. Jól beszéltem. Jankó! 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 Megtiltom, hogy a szörny közelébe menj, világos? Gyere!
egymásra, Jankó. Nézd csak így! Semmi gond, mama! Már is hozom! Fenség, a király hivatja. A király! Semmit. Ki vagy te? Mit csináltál a vadászokkal? Miért nem mondasz semmit? Meghaltál? A labdám! Nyisd ki az ajtót! Nem tehetem. Apám megtiltotta. Jankó! Jankó! Akarsz a mamával aludni? Nem, jól vagyok. És megtaláltad végül a labdádat? Igen, de nem tudom, hogy hová tettem. Jankó, kérlek, vigyázz jobban a mi titkos játékszerünkre. Uh-huh. Jó? Aludj jól. Jó ét. Jó ét. Hoztam neked egy almát. Hé, egy almát! Hé! Akkor add ide. Te pedig add vissza a labdámat. A mama már dühös rám. Nyisd ki az ajtót. Jó, de fogalmam sincs, hogy hol a kulcs. Gondolkozz. De ha egyszer nem tudom... Ott van. Ott van a párnája alatt, talán. Kérlek, nem lovagolnál ki egyedül. Meg kell mutatnunk a népnek, hogy a tiltott rengeteg végre újra biztonságos. De én aggódom a szörny miatt. Ebben a házban még a zsiványok is kibejárkálnak, tetszésük szerint. Jankó, nem fogsz félni egyedül? Nem. Hiszen már kész férfi, nem igaz, fia? Te pedig vigyázz rá, egy percre se hagyd magára. Ön is tudja, fenség, hogy ő az én szemem fénye. Most megkeresed a labdádat, ugye? Igen, mama. És maradj távol a szörnytől, jó? Mehetünk. Induljunk.
már egy korcsbor. Igen, de még nincs itt az ideje. Na gyere, fejezzük be az őrjáratot. Jó. Neked egy kort vizet sem. Sújtja azt, aki kienged. A herceg eltűnt. Mi az, hogy a herceg eltűnt? Elbóbiskoltam, aztán kiabálás volt a kapunál. És a herceg eltűnt, már mindenütt kerestem. Kerestem? Mi? Nincs az ágyában. A herceg eltűnt. Janko! Janko! Bántani fogsz? Hol vagyok? Azt hiszem, nem találok haza. Elhagytad apádat, anyádat. Akkor most mit csináljak? Adok neked munkát. Munkát? Van valami neved?
Vas Jankó. Vas Jankó? Én vagyok az erdő pásztora. Fekete csúcsor. Veszélyes. Ide nézz, ez mind az erdőben terem. Ezeket a bogyókat megeheted, finomak. Igen. Mi történt az ujjaddal? Becsípte a ketrec ajtó. De már egyáltalán nem fáj. Itt egy növény a fájdalom ellen. Szent János fű, ugyanúgy hívják, mint téged. Hát igen, kockáztattál, és ez néha fájdalommal jár. Látod, ott vár a munkád. Ez itt az aranykút. A vize tiszta és világos, mint egy kristály. Ülj le ide mellé, és ügyelj, nehogy bármi is belekerüljön és beszennyezze. És majd este visszajövök és megnézem, jól végezted-e a munkádat. Egész nap itt kell maradnom. Igen, ez a munkád. Meddig? Esztendőkig. És miért hívják aranykútnak? Igen. A munka nem könnyű. Mondhattam volna neked. Gyere! Nem veszélyes? Nem. Figyelj csak! Hopp! Hopp. Tessék, vedd fel! És a másik párcipőm? Hadd építsenek benne fészket a mókusok. Hoztam valamit az ujjadra is.
Ne lássa mindenki azonnal, hogy hibát követtél el. Janko, várj egy kicsit! Szagold meg! Finom az illata. Mi ez? Lestján. Megízesíti a levest. Ott vagy. De most már gyere le. Vár a munka. Sajnálom, elbóbiskoltam. Amíg rajtad van a sapka, nem látja senki. Várj! Várj meg! Vastyankó, kérlek! Most mi lesz így velem? Majd megtalálod az utadat. Nem maradhatok. Megszegtem apám törvényét. Nem mehetek haza. Hát igen. És többé nem vehetem le ezt a sapkát. Egy aranyhajú herceg. Ez tetszeni fog az embereknek. De már nem vagyok herceg, érted? Nem végeztem jól a munkámat. A jövőben majd jobban vigyázol. És én itt leszek. Ha igazán bajba kerülsz, gyere vissza ide, és szólíts engem. Én segítek neked. Most menj. Itt az idő. Egy szép napon talán elkapsz egy aranyalmát. És minden jóra fordul. Várj még! Mire véljem ezt az aranyalma dolgot?
Jó étvágyat. Ne! Mégis mit képzeltél? Aztán, aztán, elég! A szemét dombra hajítja a király fürjeit! De azt gondoltam, hogy... Nem gondoltál semmit, mert egy fafej nem tud gondolkodni. Tűnj innen! És ne kerülj többé a szemem elé! No lám, itt van még egy csirkefogó. Az úr a királynak szánt fürjet eszegeti. A cinkosa voltál, mi? Nem, nem. Remélem, hogy íz lett az úrnak. A másikat a kutya eszi. A kutya? És mi a neved? János. János. Jól van, János. Aki meg tudja enni a király fürjeit, az dolgozni is tud. Gyere! Gyere velem! Mi lesz már? Formára víz? Igen. Kérek egy hagymát. Au! Jobban kell vigyáznod. Gyorsan a levest! A levest! A leves. Ezt a királynak. Hé, hol maradnak a répák? Valószínűleg nem találja. Gyorsabbnak kell lenned. Kedves barátom, és hol a káposzta? Ma hogy ízlett a királynak a levesem? Mint mindig. Talán neked sem ízlik a főztöm? De ízlik. Akkor miért fűszerezted meg? Ez csak egy kis lestján. Hiszen ez felséges. Honnan szerezted? Megmutathatom. Rajta. Itt lent még van bőven. Kitől hallottál róla? Egy barátomtól. Akkor gyűjtsd be mindet, és hozd fel a konyhába. Aztán pihenhetsz egy kicsit. Csak bátran előre, angyalkám. Biztos, hogy nem fáradtál el? Ide néz, egy árva csalán. Tessék, fogd meg, a tiéd. Nem, nem, tartsd meg. Ezt miért nem üríted ki soha? Vigyázz egy kicsit. Te meg a levesre vigyázz. A konyhába veledte varangy. Hé, nem bántalak, te mamlasz.
A szakács téged keres. De miért? Talán hozzád nőtt ez a sapka. Nyugalom! Semmi baj. Felség, felszolgálhatom már a fácát? Nem! Ebből a levesből kérek még. Igenis. Le kéne fejeztetnem a szakácsot, amiért egy ilyen finomságot éveken át titokban tartott. Apám, kérlek. Csak tréfa. Még sosem dicsérte meg a levesemet, de nekem ez kínos. A te fűszered az oka. Téged illet a dicsőség. Felség, a szakács. Te jó ég, hogy nézel ki? Legalább vedd le a sapkádat. Felség, megérkezett a szakács. Jöjjön ide. Jöjjön ide. Ez meg kicsoda? Engedelmével, felség. Ő itt a konyhafiú. Sapkád? Helyesnek tűnik. És miért hozta magával a konyhafiút? Engedelmével, felség. Ő találta a fűszernövényt. Mit? A növényt a levesbe. Sapkád? Sapkád? Mit csinál? Felség, a fiún még rajta van a sapka. Vegye le a sapkáját. Nem. Mi? Nem? Hogy merészeli megtagadni a király parancsát? Szolga, a sapkát? Kérem, ne! Királyi felség, nem tehetem, mert... ótvaros a fejem. Ótvaros? Az csúnya látvány. Egy ótvaros fűszerezi a leveshemet? Dobják ki! Szolga, gyerünk, gyerünk! Elkapnak! Állj! Állj meg! Állj! Állj meg! Állj meg! Állj meg! Vigyázzat! Őrség! Őrség! Én nem ezt akartam! Hallgass el! Butaság volt, hogy magammal vittelek! Te és a sapkád! Valahol itt kell lenni! Bújj gyorsan! Ezt így nagyon meg fogja bánni! Hol van az ótvarfejű? Én is őt keresem. Lesz nem olas, én mondom nektek. Azt hiszem, hátul ment ki. Ha megtalálod, hozd el nekünk. A király parancsa. Jó. Ha elkapom, eleve nem megnyúzom, amiért a bolondját járatta velünk. Sajnálom. Mindig bajt csinálok. Mindent köszönök. Várj! Gyere! Gyere velem! Isten áldjon érte! A barátom a kertész. Felfogad. És nem fél a királytól? Mit tud egy király a kertészéről? Na, menj be! Rajta! Hé! Egy szép napon majd leveszed a sapkádat, ugye? Ebéd! Átkozott szántóföld. Ma úgy alszunk, mint akit fejbe vágtak. Nekem is volt labdám. Ülj le ide közénk, egyél! Mi van ott az ujján? Semmi közünk hozzá. Van egy kérésem, mester. Túl nehéz a munka? Nem, nem. Van néhány magom, vadvirágok. És kitől kaptad? Egy barátomtól. Amúgy is tönkre ment a babom. Hát így lehet az ágyás. De csak, ha nem gyomnövény. Igen, csak ha nem gyimgyom.
Köszönöm. Szívesen. Folytassuk. Én? Igen, te! Hozd nekem egy csokorvirágot! Nem érek rá, mert dolgoznom kell! De én így akarom. Vagy hívjam ide az apámat? És miért viszed a királylánynak ezt a gizgaszt? Ez nem gizgasz. Nem érzed, milyen illata van? Királyi fenség, ez a kertész azt mondja, hogy... Semmi gond. Gyere be. Elég pimasz vagy, kertész fiú. Vagy inkább levesmester vagy? Az apám kidobatott a kastélyból. A kertész felfogadott. És nem félsz, hogy elárullak? Tetszenek a virágok? Jó illatuk van. Fűszeres. Illenek önhöz. Vedd le a sapkádat. Nem. Azonnal vedd le. Hiszen tudja, hogy ótvaros a fejem. A királylány vagyok, megparancsolom. Nem. De! Adja vissza a sapkádat! Adja vissza! Sajnálom. Bocsásson meg, fenség. Tudod, hogy miattad megszúrtam magam? Szent János fű. Enyhíti a fájdalmat. Már egyáltalán nem fáj. Később még jól jöhet. Ezt a virágért. De hiszen ezért... Talán nem fizethetem meg a kertészemet.
János, mit csinálsz? Semmit. Nem labdázunk? Nem érek rá. Tessék, neked adom. Ez igazi. Igen. Sítyakos! Hozd fel a csokromat! Hiszen látja, nem érek rá! Komolyan? Fenség, a kertész úr. Igen, igen, jöjjön be. Jó, köszönöm, most már elmehet. Hol vannak a tegnapi virágok? Hát, minden nap frisset akarok. Minden nap frisset? Mondd, mi a neved? János. Á, Babszemjönkó. Ki vagy te az aranyfürtjeiddel? A kertészfiú. A kertészfiú és a konyhalegény. Most el fog árulni. Azt hiszed, az apám ráér ilyesmivel foglalkozni? Sajnos háborúba kell mennie. Na de miért? Mi történt? Ránk tört a fekete lovag. Fekete lovag? Ahol csak felbukkan, úrrá lesz a rettegés. Senki sem tudja legyőzni. Fél tőle, igaz? Kivéd majd meg, ha elmegy az apám. Fekete lovag megint lerohadt egy falut. Alig három napi járásra innen. Senkit se kímélt, se asszonyt, se gyereket. Egyenest a pokolból jön. Gyáva locsogás! Adjon Isten! A répa király a trágyadombról. Igaz, hogy még senki sem látta? A csapata viszont egyre csak nő. Veletek megyek. Ide hallgass, kis kertész. Egy lovag nem pajstető, amit a körmünkkel összeroppanthatunk. De ha mindenképp harcolni akarsz, menj be az istállóba. Találsz ott egy hozzád üllő tüzes paripát. Thank you.
királyi fenség. Nem találom Jánost, a kertész fiút. Rossz fát tett a tűzre? Még adós a csokrommal. Egyszerűen eltűnt, nyilván meglépett. Egy kicsit furcsának tűnt mostanában. Egy aranypénzt adott a fiamnak. Remélem, nem lopta? Én adtam neki, a virágokért. Lehet, hogy nem akart fizetséget. Maga is tart a fekete lovaktól? Vitetek önnek virágot. Vas Jankó! Vas Jankó! Vas Jankó! Mi szél hozott erre? A segítséget kéne. Talán háborúba készülsz? Igen. A fekete lovag. A fekete lovag. Ne feledd, felnőtt ember lettél. Én kis Jánosom. Jön a király hírnöke! Mi történt? Rossz hírek? Nem! Hagyja, hogy kifújja magát! Mi van az apámmal? Él még? Csoda történt! Miféle csoda? Miféle csoda? Hol van az apám? Beszélj! Már minden veszni látszott. Két nappal ezelőtt ráleltünk a fekete lovak seregére. Az embereink bátran küzdöttek, de az ellenség túlerőben volt. Visszavonulás közben a király csapdába került. Egyedül maradt. Leteperték a földre. A fekete lovak már a kardját emelte. És ekkor... Hirtelen elbukkant egy idegen lovag. Ki volt ez a lovag? Honnan jött?
Senki sem tudja. És ő mentette meg a király életét? Igen. Az ellenség. Váratlanul vadul kiáltozni kezdett. Felbukkant egy hatalmas sereg. Talpig rozsdás vasban, szörnyű fegyverekkel és vadharci kedvel. A vörös lovag a fekete ellen vezette a seregét, és nem hátrált, amíg az összes ellenséget meg nem ölték. A fekete lovagot is? Nem. Ő hirtelen szembe került a vörös lovaggal. Karddal támadtak egymásra. A fekete lovag hatalmas csapásokkal visszaszorította a vöröset. De aztán a vörös kiverte a kardot a fekete kezébe. Aki az ütéstől a földre zuhant. A vörös meg ott állt fölötte, a halálos döfésre készen. De tétovázott. Aztán a kardját a legyőzött mellett a földbe szúrta. Ám amikor a vörös elfordult, a fekete lovag orvul a kardja után nyúlt, és egy utolsó csapást mért a győztesre. De csak a lábát találta el. És ki volt az? Láttátok az arcát? Nem, nem. Senki sem látta. Isten hozta, felség. Apa! Olyan boldog vagyok, hogy nem esett semmi bajod. Már hálát adtam érte Istennek. Csoda, valóságos csoda. Hol az ismeretlen lovag? Veled jött ő is? Váratlanul eltűnt, úgy, ahogy megjelent. A rozsdás seregével egy. De hát... Ó, kicsikém, olyan kimerült vagyok. Nézzétek, a fekete lovag! Hogy van? Vigyetek! Dobd a patkányok közé! És nem is érdekel, hogy ki mentett meg? Dehogy is nem. Kigondoltam valamit. Rendezek egy nagy ünnepséget, és minden lovagot meghívok rá. A lovagi torna végén pedig eldobsz egy aranyalmát, és aki elkapja, megkérheti a kezedet. Vajon eljön a vörös lovag is? Biztosan. Hiszen mindenkinek a királylány az álma. Bátor harcos a sapkám. Hol voltál? A répa király a trágyadomról nagyon igyekezett. Nélküle bajban lettünk volna. Már rég hoztál nekem virágot. Majd most bepótolom. De előbb el kell látnom a lovamat. Hiszen te megsebesültél. Tessék! Hoztam a virágokat. Apám ünnepséget rendez, hogy kiválassza a legjobb lovagot. Azt reméli, hogy a vörös lovag is eljön. Ön is ezt szeretné? Talán túl gyáva hozzá. De miért? Hiszen megnyerte a királynak a csatát. Jó, de akkor miért tűnt el? Talán mert rusnya. Persze, vagy mert megsérült a lába. Vagy csak egy szellem. A lovag eljön, hogy elnyerje a királylány kezét. Tudod, mi a véleményem? Szerintem nincs messze. Sajnos bármely jött ment lovag elkaphatja az almát és feleségül vehet. Thank you.
Innen nem jut ki élve. Dögöljön meg az a patkány! Szeretsz bujócskázni, mi? Még hogy vörös lovag. Minden esetre én terítettelek le. Csak mert segített neked az az erdei szörny. Most meg elvette a szép vörös páncélodat. Vagy miért futkosol úgy, mint egy kertészfiú? Megvan rá az okom. Na kölyöknek megvan rá az oka? A király hozzá akarja adni a lányát, de neki okai vannak. Bár lehet, hogy csak fél. A kislánytól. És? Te is indulsz a lovagi tornán? Hát persze. Hó! Kapsz egy aranyalmát. És minden jóra fordul. Ki, gyerünk! Gyere végre, kérlek! Mindjárt vége a viadalnak. A legjobb lovagok már a döntőre gyülekeznek. De a vörös lovag nem jött el, igaz? Honnan tudja, már lehet, hogy ma más páncélt visel. Megérezném, ha itt lenne. Mondd, mi ütött beléd? Szinte rád sem lehet ismerni. Nem mehetek hozzá, hol mi jött-ment lovakhoz. Ha nincs itt az igazi, talán még eljön. Találunk olyan megoldást, ami a kedvedre lesz. Ígérd meg nekem. Megígérem. És most gyere, kérlek. Ide, ide! Igyekezzetek! Oda néz! Isten segedelmével legyőztük a gonoszt. Van, amikor harcolni kell, és van, amikor ünnepelni. Legyünk ma vidámak és örvendezzünk, mert a lányom vőlegényt választ magának. Ha itt lenne az igazi. És talán megismerjük a hőst is, aki megszabadított minket az ördögtől. Minden lovaktól és vitéztől tisztességes versenyt várok. Akkor hát győzzön a legjobb! Nem jött el ez a gyáva kukac. És most dobd el az almát. Apa, kérlek. Gyerünk, lányom. Woo!
ott jön. János! János! János elkapta az almát. Most ővé lesz a királylány. Az udvarfejű? Hát ez meg hogy került ide? Őrök, hozzátok ide! Leóró kölyök! Na gyere! Lehúzzad magad! Térd rá a király előtt! Orvos! Apám! Ha jól emlékszem, kitiltottalak a váramból. Hogy merészelsz a nemes lovagok közé állni? Te ódvarfejű! Most le fogja venni a sapkáját. Bocsásson meg, felség! Nem ódvarfejű vagyok, hanem egy herceg. Tudtam én. Te tudtad ezt? Nem, de sejtettem. Én voltam a vörös lovag. Én nyertem meg önnek a csatát, királyom. És elkaptam az aranyalmát. Jó. Hát, igen. De hogyan kerülsz? Ez egy hosszú történet. Aha. És most adjam hozzá, adjam önhöz a lányomat. Igen. Ha ő is szeretné. Mit szólsz hozzá? Igen, szeretném. Igen! Ez tetszene, mi? Olcsó varázstrükkökkel legyőzni engem, és aztán elvenni a királylányt. Sosem kapod meg őt, kisfiú. Gyerünk, küzd, csa van hozzá, Mercer! De most nem segít neked semmiféle vasjankó. Add a kartot. Ennek már annyi. Megmenekültünk. Megszabadultunk tőle. Éljen az ifjú pár! Éljen, János! Éljen! Éljen a herceg! Az ujjad, az aranyfürtjeid, a vörös páncélod és a lovad. Mit értett a fekete lovag azon, hogy Vasjankó segített neked? Elmesélek mindent. Ne. Hogy többé ne legyenek köztünk titkok. Fenséged, látogatói jöttek. Anyám! Kicsi fiam, király leszel! Apám. János, fiam. Tessék,
Tessék, íme a kardom. Mostantól a tiéd. Köszönöm, apám. Ők itt a szüleim. Én is hoztam neked valamit, Jankó. A labdám. Régen Jankónak szólítottam. Kiskoromban mindig ezzel játszottam. Köszönöm, anyám, de már nincs szükségem rá. Akkor add ide nekem. Én majd megőrzöm. A kisfiunknak. Ez volt az otthonom. Onnan fentről pedig dobozokkal dobáltam Vas Jankót. Ilyenekkel? Én vagy Vas Jankó! Segítség! Vas Jankó! Azt hiszem, nincs itt. Háromszor kell hívni. Vas Jankó! Pedig azt mondta, itt lesz, ha szükségem van rá. Talán már nincs szükséged rá, János. Magyar hangok: Posta Viktor, Sallai Nóra, Varga T. József, Kárpáti Levente, Koncz István, Bertalan Ágnes, Pál Dani, Forgács Gábor. Magyar szöveg: Messzéna Marian. Szerkesztő: Vince Szabina. Hangmérnök: Árvai Zoltán. Gyártásvezető: Gémesi Krisztina. Szinkronrendező: Árvai Kisvirág. A szinkront az MTVA megbízásából a Star Focus Kft. Készítette 2015-ben.